lehet-e még valamit ebbe az utolsó pár hétbe, napba behozni? Úgy gondolom, hogy mi mindent elkövettünk annak érdekében, hogy valamelyest ellensúlyozzuk ezt az időjárási körülményeket, hisz nyilván a gombaölőszeres kezelést is még egy alkalommal elvégeztük, szinte puszként is, hogy a lomfelület megmaradjon, hisz akkor még nem tudtuk azt, hogy ennyire aszályos lesz az időjárás. A növényeket lomtrágyáztuk, tehát hogy még levélen keresztül is vegyen föl tápanyagot és kellőképpen jól fejlődjön. De mindennek ellenére az látszik, hogy sok sikert ezzel nem értünk el, hisz elkezdett leszáradni ez a levélzet. Nem a betegségektől, hanem kimondottan az aszálytól. A kapás növények esetében viszont teljes kapacitással végeztük a talaj lazítását. Kultivátoroztunk, a napraforgó szinte teljes területét sikerült végigjárnunk, a kukoricának is egy jó részét szintén. Egyébként ami jellemző volt, hogy a keménység miatt, meg egyáltalán, hogy annyira száraz a talaj, nem győztük a kapákat cserélni, tehát rendkívül módon koptak ezek a szerszámok, de ez a lazítás, ez nyilván valamelyest még segített a növényeken abba, hogy szinte egy fél öntözéssel felér, hogyha ilyenkor meg van lazítva a talaj. De nyilván a végtelenségig ezt se lehet fenntartani. Már a közelgő szemlére készítik a mezőgazdasági gépeket. A növények állapota miatt ugyanis a betakarítás jóval hamarabb fog elkezdődni a megszokottnál, ezt azonban megelőzi a gépek ellenőrzése. Valóban készülünk, én úgy gondolom, hogy finisébe vagyunk a javításokkal, de szükség is van rá, hisz nagy valószínűséggel szinte azt lehet mondani, hogy biztosra is merem kijelenteni, hogy Péter pár előtt el kell kezdenünk az őszi kalászosok betakarítását, ami azt jelenti, hogy 22-én megtartjuk a gépszemlét, ahol nagy valószínűséggel remélem, hogy minden gépünk alkalmas lesz arra, hogy ezt a nyári nagy munkát végdolgozza, és akkor a következő nap, vagy az következő napokban biztos, hogy el kell kezdenünk az árpa betakarítását, hisz minden növénynek az érése nagyon előre haladott állapotban van. Nem ez szokott a jellemző lenni általában, hisz ha csak a tavalyi évet nézzük, akkor lényegesen később kezdtük ezt a munkálatokat, de az időjárás is sokkal jobban kedvezett ezeknek a növényeknek, hisz május hónapban az elmúlt évben volt 96 mm csapadékunk. A tavalyi évben, tehát illetve júniusban viszont volt 112 mm, ez nyilvánvaló, hogy előre hozta azt, hogy egyrészt a növények fejlődése is lelassult, és sokkal jobban kiteltek a szemek, tehát egy erőteljesebb fejlődése volt a növényeknek, és sajnos ezt az idejében nem tudjuk elmondani, hisz nagyon mostoha volt velünk az időjárás. Május elején volt egy hatalmas nagy viharunk, ami hát egy rövid idő alatt leesett 20-26 mm csapadék, és ez egyrészt lemosta a termőréteget, másrészt nagyon összetömörítette a talajt, ami egyébként is nehezítette további munkálatokat, de a következménye az lett, hogy május hónapban aztán 4 mm csapadék volt összességében, és ez nagyon kevés volt ahhoz, hogy a növények rendesen és normálisan fejlődjenek. Tehát ez eredményezte azt, hogy az érés nagyon felgyorsult, és igaziból nem természetes érése van ezeknek a növényeknek, hanem egy kényszerérés, ami mindenképpen azt is eredményezi, hogy a termés átlagban ez nagyba be fog játszani. Egy hónappal ezelőtt még optimista voltam, hisz akkor azt nyilatkoztam, hogy egy jó közepes termés még ezeken a területeken látszik, és én nagyon bízom benne, hogy ez meg is valósul, de épp a tegnapi termésbecslés jelentésben már nem mertem ilyen optimista lenni, hisz azt látom, hogy azzal, hogy időnap előtt elvesztette a lomfelületet az árpa is és a buza is, így a szemek kitellettsége nyilván nem lesz olyan erőteljes, tehát a termés átlag is lényegesen alacsonyabb lesz, és én úgy gondolom, hogy a közepes terméssel is elégedettek lehetünk az idejében sajnos.